Kárpátia zenekarnak köszönhetően tovább bővült a Fradi Múzeum gazdag gyűjteménye. A 2007-2008-as MB2-es bronzérem és a teljesítményért járó kupa valószínűleg kevés fradistának tartozik a kedvenc emlékei közé. Ez a kis aranyérem viszont még múzeumvezetőnket is meglepte. A Ferencváros 1928-ban és 1937-ben nyerte meg a közép-európai kupát. Most viszont kiderült, hogy az 1935-ös Sparta Praha ellen elvesztett finálé után is kapott aranyérmet az FTC. Kiszeli Csaba barátomnál lehetük fel ezt a darabot, és már akkor rögtön gondoltuk, hogy ez a Fradi Múzeumban lenne a legjobb helye, csak ugye nem tudtuk egészen pontosan, hogy van-e már ilyen darab a múzeum tulajdonában. Amint kiderült, a Csabival beszéltünk, hogy nincsen, sőt, hogy a darabszám is az eléggé kevés lehetett, tehát most már tudjuk egészen pontosan, hogy 12 darabot gyártottak le ebből 1935-ben. Amikor engem Petrásani fölhívott, akkor én először egy kb. 5 percig azt bogoztuk, hogy most miről is beszélünk, hiszen ő azt mondta, hogy egy KK aranyéremről beszél. Mondom, semmi gond, tehát persze az volt 28-ban, meg volt 37-ben, Rapid ellen, meg a Láció ellen. Szóval nem, ez 1935-ös aranyérem. Mondom, az tök jó, de akkor nem mi nyertünk, tehát akkor a Spartának az aranyérmét akarod nekünk átadni. Tök jó, az is jó, csak hát azt nem a Fradi nyerte. És elmentem Janiékhoz, megnéztem ezt az érmet, és egyszer leesett az állam. Megmondom őszintén, hogy nem tegnap óta foglalkozom a Ferencváros múltjával, a Ferencváros történelmével, de nem is hallottam még erről, hogy valaha ilyen érmet kiosztott volna a KK-ban a második helyezetteknek. Az aranyérem pontos hátterét még nem ismerjük, az viszont kiderült, hogy a Fradi játékosai nem megszokott helyszínen vehették át. A mérkőzés után nagyon gyorsan indult vissza a Ferencváros vonata, tehát ugye a pályát előzöllötték a prágai ünneplő szurkolók, és nem volt lehetőség az érmek átadására, és ezért a vonaton mutatta meg a 12 érmet Klement Sándor, aki a Ferencváros intézője volt akkoriban. Petrás János nem először segített műtárgyat méltó helyére. A KK aranyérmet azonban mindenképpen különleges lesz számára a Fradi Múzeumban látni. Nagyon régóta foglalkozom numizmatikával, nagyon sok, tehát történelemmel különböző tárgyakkal, nagyon sok helyre adományozott már a Kárpátia zenekar vissza dolgokat, úgyhogy mondhatnám azt, hogy hála Istennek még egy tárgy egy jó helyre jutott. Tehát ez talán azért egy picit más, mert én nagyapámtól szívtam magamba a futballnak a szeretetét. Együtt hallgattuk rádión a meccseket, és hát ő fradista volt. Innentől kezdve választása nem volt az embernek. Ezért ez egy picit más lesz nekem, vagy nekünk.